A 40 fürdésre kijelölt balatonparti település közül 20 strandon már csak pénzért mehetünk be a vízbe. Tavaly 8 strandot tettek fizetőssé, az idei tervekről még nincs információ. Az viszont biztos, hogy sok helyen drágább lesz a belépő. A demokratikus koalíció azt szeretné, ha a Balatonnál minden településen lenne szabad strand, mert szerintük sok családnak már csak egy kék folt a térképen a magyar tenger. Állításuk szerint sokan nem engedhetik meg maguknak a balatoni nyaralást. A fideszes kisgömböc inkább felfalja a magyar tengert. Mikor ma Magyarországon napról napra kevesebbet érnek a fizetések, és emelkednek az árak, egyszerűen taszító, hogy a fideszes kormányzat leereszkedő gőggel vonul a balatoni luxusvillákba és szállodákba. Majd megmagyarázzák nekünk, hogy nincs is szükség több szabad strandra. A Balaton körül jelenleg nagyjából 50 szabad strand üzemel idén, ennek több mint 80%-a déli parton található. A Balaton Szövetség elnöke szerint nem megoldható, hogy minden településen legyen ingyenes fürdési lehetőség, az északi parton többek között a helyhiány miatt. Amennyiben a fizetős strandokat ingyenessé tennék, abba több település belerokkanna anyagilag. A fizetőseket viszont szabad strandá tenni, annak van egy olyan vonzata is, hogy a költségvetésben ezt a települések erőteljesen megérzik, hisz tudjuk jól, hogy az önkormányzatoknál sok esetben már a működés is kérdéses volt az elmúlt esztendőkben. Balatonparti önkormányzatok nem engedhetik meg maguknak, hogy ipar és egyéb bevételeik legyenek, a turisztikára álltunk rá, és például a Szigliget esetében a strand az egyébben több mint 100 000 embert tud fogadni. Ez egy nagyon komoly bevételt generál a település infrastruktúrájának és működésének szempontjából. Ez egy rendkívül fontos bevétel. Idén nagyon sok strand azt tervezi, hogy megemeli a belépő díjak árát. Eddig 2 éven keresztül nem tehették meg a veszélyhelyzet miatt. Felhívtuk az egyik strand ügyfélszolgálatát, ahol például 25%-kal emelnék az árakat. Megszűnik ez a vészhelyzet, akkor 25%-kal emelnek? És elsőjétől 25%-kal emelünk, bizony. Hát nem jó hírek. Mert kénytelenek vagyunk, mert hát nem jó hírek, nekünk se jó hír az, hogy fölment a munkabér, fölment a fenntartási költség, mi mindig ugyanazokon az árakon dolgozunk, mint 2020-ban. Információink szerint van olyan balatonparti önkormányzat, ahol a képviselőtestület akár 50%-kal is emelni idén a strandbelépők árát.